Nem marad sok idejük azoknak, akik januártól sem tudják vagy akarják törleszteni a hiteltartozásukat, és a négy kedvezményezett csoport egyikébe tartoznak. Csak a gyerekes családok, a nyugdíjasok, a munkanélküliek és a közfoglalkoztatottak igényelhetik a moratórium meghosszabbítását jövő év június 30-áig. A hosszabbítás elvileg automatikusan megtörténik, kivéve azoknál, akik időközben váltak jogosultá. Nekik ez december végéig jelezni kell a banknak, és be kell nyújtaniuk az ehhez szükséges igazolásokat is. Nem minden részletről van a minden banknak információja, és hogyha ezek a részletek természetesen hiányosak, és mindenkinek lesz lehetőség utólag is bebizonyítsa azt, hogyha nem fizetett, akkor azért nem fizetett, mert esetleg olyan információ, olyan információ van, amihez még a bank nem jutott hozzá. A Bankszövetség nem tudta megmondani, hogy hány ügyfél jelentkezett már eddig a hosszabbításra. A Magyar Nemzeti Bank hozzánk eljuttatott elemzése szerint az eddig a moratóriummal élő 1,6 millió adós nagyjából fele, vagyis 830 ezer ember élhet a hosszabbítás lehetőségével. Közülük a gyereket nevelők 520 ezeren, a nyugdíjasok 230 ezeren, a munkanélküliek 64 ezeren, a közfoglalkoztatottak 16 ezeren lehetnek. A Hitelnet szerint sokan csak így tudnak talpon maradni. A kereskedelemben, vendéglátóiparban vagy akár a turizmusban dolgozó munkavállalóknak a jövedelme közel egyharmaddal csökkent, így nekik mindenképpen egy könnyebbség, hogy nem kell törleszteni a hiteleiket. A Bankmonitor számításai szerint aki kéri a hosszabbítást, annak számolnia kell azzal, hogy tovább kell majd törlesztenie a hitelét. A hitelmoratórium az kényelmes, hogy nem fizetünk most törlesztő részleteket, de tudni kell, hogy ez nincsen ingyen pénz, tehát eközben is felhalmozódó kamatokkal szembesülünk, tehát aki megteheti, akinek megmaradt az állása, nem csökkent le a jövedelme, azok számára racionális döntés az, hogy inkább fizessék tovább a hitelt, hiszen előbb-utóbb így is úgy is vissza kell fizetni ezt a hitelt. Úgy számolnak, hogy egy átlagos 10 millió forintos 15 évre felvett hitel esetén az eredeti lejárathoz képest további 26 hónapig kell majd a törlesztő részleteket fizetni a moratórium után. 15 hónapot azért, mert ennyi idő marad ki a törlesztésből. 11 hónapot viszont azért, mert ennyi lesz az időközben felhalmozódott plusz kamat.